Az internet tényleg becsapódik a reálgazdaságba? Ez a régi áruház stratégiájának megváltoztatásával biztosítja be a helyét a piacon. Az online és offline tér nyújtotta lehetőségek együttes használata óriási változást eredményezett a hagyományos kereskedelemben. Egy külön navigációs rendszer segítségével bárki könnyen megtalálhatja a boltot, illetve a saját autóját a hatalmas parkolóban. A vásárlóknak többé nem tör borsot az orruk alá, ha véletlenül elveszítik a nyugtát, mert az applikáció a vásárlás minden adatát rögzíti az okostelefonunkban. Itt ugyanazon az áron vásárolhatja meg a terméket, mint az áruház weboldalán. Az elektronikus vásárlás során a vevőkről is kap adatokat az üzlet. Az új típusú kiskereskedelemhez alkalmazkodó technológiát használva csökken a bevásárlóközpontunk működés költsége, és javul a működési hatékonysága. A hagyományos szféra folyamatos változásban van, de a változás nem csak a túlélés, hanem a lehetőségek megragadása miatt is fontos. A régi stílusú teaházak megnyitják kapuikat a csúcs technológia előtt. A bejárat előtt elhelyezett nagy képernyő messziről jelzi az üzlet különlegességét. Az okostelefonnal egy gyors játékra invitálják a vendégeket, akik frissen készült teából kaphatnak ízelítőt. Hogy ízlik? Milyen az íze? Menjen az első emeletre, ahol szakképzett tea szommelié ingyenesen segít a kiválasztott tea lefőzésében. Természetesen bárki saját maga is elkészítheti a teáját, és élvezheti a nyugalmat. Képtelen választani a rengeteg teafajtából? Válasszon ki egy csomaggal, és a kijelzőn rögtön megjelennek a tea adatai, a származási helye és a vásárlók tapasztalatai. Ezek a teaházak valósággal vonzák a fiatal vevőket, ennek köszönhetően pedig jól megy az üzlet. Az online üzlet betört az offline piacra. A digitalizáció korában megszületett üzlet egy egyedi, különleges koncepciót nyújt a vevőknek. A boltban úgy rendezték el a polcokat, hogy a vevők bármere is forduljanak, minden oldalról a legtöbb árut lássák. Nem kell többé lázasan keresni az online árat a telefonon, mert a digitális árcédulák a valós idejű árakat mutatják az interneten. A Big Data által támogatott hálózatok segítségével az internet legnépszerűbb áruit találhatja meg itt. Így a vevő várakozás nélkül azonnal megkaphatja a kedvenc árucikkét. Úgy tűnik, hogy az online és az offline tér nem ellentétes egymással. A vevők által meghatározott kereslet a legfontosabb irányelv.